Az Outlast 2 egy játék valaha, amiben egy kultikus környezetbe csöppenünk, miközben szörnyű traumák gyötörnek minket és a körülöttünk lévőket. Két történetszárra osztható a történet, az egyikben, melyet nevezzünk szörnyű valóságnak, lezuhan a helikopter, és a zuhanás után meg kell találnunk a főszereplő feleségét. A B-vonalú történetben viszont a főszereplő látomásait, melyeket nevezzünk rémálmoknak látjuk, amint egy iskolai környezetben kísérti volt osztálytársa. Felmerülhet a kérdés, hogy mégis hogyan fér meg ez a két történet egy játékban, na és erről az a válaszom, hogy... Először nyilván a riporter szerepében témfergünk a városban, de bizonyos részeknél átváltunk egy másik helyszínre, egy iskolai settingre, ahol akasztófás papíroktól elkezdve sikoltás hangokat üldözve, még negatív kommenteket is olvashatunk cikkeinkről. Hónaptól kezdve mind letiltás megy. A katyva sztori vezetésen kívül még a játékot erősen savazták a megjelenésénél nőgyűlölet vágyával, ami érthető, de ugyanakkor az első játékban még csak nők sem voltak, és csak férfiak voltak mutatva szörnyű körülmények között. DLC-ről nem is beszélve amúgy. Ehhez viszont hozzátartozik, hogy a játék lorjában az egyik főmufti az konkrétan egy nőgyűlölő tajparaszt, és ezt főleg a saját testamentumába fogalmazva tapasztaljuk. Amiket én ezen videó elkészítéséig el sem olvastam első végigjátszásomnál, mert majdnem elaludtam az sok szöveget. Side note egyébként, de a videó eszély elkészítése közben minél mélyebbre ástam magam a történetben, annál inkább ment el a kedvem az egésztől. Az a probléma az Outlast 2, hogy a története annyira elborult és kellemetlen, valahol úgy érzem, hogy ez az első alkalom, amikor drasztikusan megváltozott a véleményem egy adott játékról az eszély készítése közben, olyannyira, hogy szabályosan erőt kellett venni magamon, hogy ne hagyjam ott a projektet. Na de hogy mégis honnan indult ez az egész katyfasz? Az éjszakában helikopátereznek a riporterek, majd videójáték logika szerint le is zuhannak a mélybe. De erről picit később. A játék maga jóval hosszabb, mint az elődje, bár ez lehet azért is van, mert az első játékot konkrétan végig lehetett szaladni a végtelen stamina miatt. Itt egy picit másképp működik ez, ha elkezdesz szaladni, a karakter először nagyon gyors sprintelésbe kezd, utána lelassul, majd kifullad. Tehát nem lehet a shiftre ráülve végigjátszani a játékot. A zeneszerzője a játéknak ugyanúgy Samuel Le Flame, aki az előző játék főleg hegedű dalom zenéjétől egy eltérő, de mégis hasonlóan hangulatos háttérzenét készített. The main goal is to make the player suffer. Természetesen kameránk is rendelkezésre áll az éjjellátó funkciójával is, ez tovább lett fejlesztve annyival, hogy már a mikrofonnal is érzékelhetjük, ha van valaki a másik szobában. Ha beüt a gigszer és menekülni kell, vagy csak az ajtó mögül olyan hangok szivárognak át, amiket biztosan kizárnál, be is tudod zárni azt már lakattal. Persze könnyen ki is tudsz szúrni magaddal, szóval óvatosan. Hello there! Jó napot kívánok! Hát itt mi történt? Azt a mindenit! Elaludt. Továbbá még a vízben, a bokrokban és akár még hordókban is el tudsz bújni. Ha megsérülnél sincs gond, ugyanis az előző játékkal szemben itt már van kötszer is, amivel bekötheted magad. Persze így is megsérülhetsz úgy, hogy azon már a kötszer se segítsen. Ha a kamerával felveszel egy kulcsfontosságú jelenetet, az rögzítésre kerül, és ez a főszereplő hangosan kommentál is, az előző játékkal ellenben, ahol leírásokat olvashattunk. Ezek a kommentárok segítenek átélni a történetet, hangulatuk alapján betekintést nyerhetünk a főszereplőnk érzéseibe, és a kiegészítései is színesítik a történetet. Ha dokumentumokat találunk, azt is kameránkkal tudjuk lefotózni és visszanézni. A játék ezeket még sorrendben is helyezi, így azt is láthatjuk, ha valamit elhagytunk volna. A játékmenet sok kritikát kapott a játékosoktól, főleg mivel a történet megértését kissé nehezíti. A történet két szálon fut egyszerre, és ezek között hirtelen váltások vannak, ezzel kiragadva minket az egyik sztorivonalból a másikba, két nagyon eltérő beállítású környezet között váltogatva. Na de most már eleget beszéltem szerintem a játék hátteréről és a működéséről, ideje belevágni a történetbe lassan. Előjáróban annyit, hogy az Outlast 2 történetében vannak olyan elemek és vizuális képi anyagok, amik a nyugalom megzavarására alkalmasak lehetnek, ugye erre a játék is figyelmezhet egy jópofa jó borzongás felület előtt. Szeretném, ha mindenkinek tudatában folytatná ezt a videót. Persze megpróbálom a lehető legemészhetőbb módon összefoglalni a nyomokat, tényeket, teóriákat, stb. De még néha én is csak néztem, hogy így hogyan fogom ezt elmagyarázni egy videóban. De megpróbálom a lehetetlent, nagyjából érthetően elmagyarázni ennek a játéknak a történetét, ami lehetséges, hogy a sok menekülés és környezetváltozás miatt nem csoda, hogy nem egyértelmű első nekifutásra.
Helikopterrel utazunk az éjszakában, valahol Arizona felett. Főszereplőnk egy sikítást hallván tér magához ebben a környezetben. A helikopterben Blake Langerman és felesége Lynn Langerman utazik. Mindketten nyomozó riporterek és egy eltűnt nő ügyében nyomoznak, aki terhesen, mesztelenül tébolygott ezen a környéken, és a kórházban már nem tudták megmenteni. Blake álmában egy bizonyos Jessica nevét emlegette, aki a párnak a gyermekkori osztálytársuk volt. Megérkeznek a helyszínre, készül is a riport, de közbeszól az univerzális videójáték Amiga, ami ugye annyit tesz jelen esetben, hogy éjszaka, horror, helikopter, elhagyatott környék, soroljam még. Another happy landing. A zuhanás után Blake magához tér, és a kamerát megszerezve kutat a többiek után. A roncsok között nincs senki, de pár méterre tőle megtalálja a pilótát, brutálisan kivégezve. Pilot. I don't even remember his name. Linnek viszont nyoma sincs. Kicsit arrébb Blake egy falu határába ér, ami azért furcsa, mert papíron a környéken kilométer távolságban semminek nem kéne lennie. Erre elkezd kopogni az első ajtón, amit meglát, ami azért furcsa, mert a nemrég látottak alapján nem éppen vendégszeretőek a környékbeliek. Engedj be! Engedj be! Faszta mindenit, engedj be te! Betérve a faluba érdekes dolgokat láthatunk, például egy férfit, aki végzett magával, búcsúlevelében Not atya nevét emlegetve. A környékbeliek is igen megkérdőjelezhetően viselkednek, de nem támadnak. Tovább haladva egy véres jászoló után egy termet találunk tele holt újszülöttekkel. Találkozunk egy csákányos némberrel is, aki nagyon úgy néz ki, hogy szívesen látna minket holtan, mint sem élve. Ő egy visszatérő karakter lesz, szóval kicsit térjünk ki rá. Az ő neve Márta, és gyermekkora óta Not atya bizalmas barátja. Hitét tökéletlennek tartják, de Not nem tesz semmit az öldöklései ellen, sőt, szent kötelességének tartja, hogy ő a tanú, a bíró és a hóhér is egyben. Három állásban dolgozik, az igen. Tetteivel Not úgy látja, hogy megvédi a falut azoktól, akik még nem követték el a bűnt, ami megjövendőlés szerint elkövetnének. Tehát ő olyan rendőrféle a falu csendőre. Ki kéne egy pár fiatal gyereket polgárőrnek nevezni, hogy akármi, olyan ruhát kapni, hogy itt este járkáljának és figyeljék a rendet. A falon keresztül haladva megint elkap egy fényrobaj, és látszólag a körülöttünk lévőket is nagyon megborította a történet. Egy férfi hangja hallatszik a rádióban, és kiderül, hogy Lynn is velük van. El is kezdjük keresni, és Blake egy ablakból kiugorva talál rá Lynnre. Lynn! Oh God, Blake! Are you okay? No! What the fuck? I don't know! Oh shit! We have to run. Hey. Menekülnek a völgyben, és Not, aki végig beszélt a rádióban, azt állítja, hogy Lynn magában hordozza az Antikrisztust, és hívét arra utasítja, hogy öljék meg őket. Tavaly akire tartva rájuk a körözés, sorokba is szorítanak, de úgymond megmentésünkre érkeznek az eretnekek csoportja. Vezetőjük Vál, egy nő, aki miután végigmérte őket, megállapította, hogy Lynn az anya és Blake az apa, majd végignyalja őt, oké, majd meglógnak Linnel. Blake-ben közben realizálódik, hogy két csoport tűzharcába keveredtek. Tovább haladva néhány tóparti háznál elkap újra a fényrobaj, és magával is ragad ezúttal. Itt ötlik szembe a játék egyik legnagyobb problémája. A játék során hasonló módon leszünk kiragadva mindig az adott cselekményből, és felváltva próbál meg átadni két történetet. Igazából még ezek a rémálmok gyötrik a főszereplőt, halad a valóságban, mivel sosem ugyanott tér magához, mint ahol elkapja a fény. De arra gondoltam, hogy ezekre majd később térnék ki részletesebben, most haladjunk tovább a valóságban. Mikor Blake magához tér, egy férfi talál rá, aki felismeri. Amíg a házához kíséri, elmeséli, hogy megtagadta Not testamentumát, amikor az ő lányát megvádolták azzal, hogy az Antikrisztus hordozza. Blake ekkor kapcsol, hogy az ő lánya miatt jöttek el ide nyomozni. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry?
Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Amikor a férfi a hogy létéről kérdez, Blake kegyességből hazudik neki. Mivel elég ramaty állapotban van, a férfi felajánlja, hogy elbújtatja Blake-et egy kis ideig. Milyen jó arc ez a Pali, remélem semmi baj nem fog történni vele. A Pali kalandja itt véget ért, de Blake-é folytatódik. A konfliktus közben kiderült, hogy egy férfit kihallgatnak a kápolnában, Lynn Hall létéről, szóval Blake-nek is ez a legjobb esélye, hogy megtalálja őt. Na de az odavezető út sem olyan egyszerű. Végig üldöznek a falulakók, még Márta is tovább ismerkedne, ami azt jelenti ebben a játékfejezetben nagyon repetitív a játékmenet. Menekülünk, látomások, menekülünk, látomások. Mi van, csávok? Találjátok utána! Ennyire kemények vagytok! De végül Blake eljut a kápolnához, ahol kihallgatják az említett férfit, és még Nottal is találkozhatunk. Róla is kitérek. Most ez a Pali itt a fő mufti, ahogyan azt kideríthettük, az új Ezékiel testamentumának vezetőjének vallatja magát. Cipészként dolgozott Albuquerque Új-Mexikóban, még nem csődbe nem ment. Éppen a rádiót hallgatta, amikor a fehér zajból Isten hangját vélte felfedezni, és ezért felvágott prófétának. Lettek követői és alapítottak egy községet, ami végül a Temple Gate lett. Mellesleg a Pali egy hatalmas nőgyűlölő, és ez meg is nyilvánult tetteiben, írományaiban, voltak éppen mindenben, amit csinál és képvisel. Miután vége a kihallgatásnak beállított kivégzésnek, elindul a verseny, hogy kiér oda hamarabb a bányákhoz, ahol elvileg az eretnekek fogva tartják Lynnt. Egy régi vasúti hídon egyensúlyozik keresztül Blake, amikor egy sáskara jön a semmiből és lezuhan a mélybe. Blake a zuhanás után, hallott, ha kapnék egy pezót azután, hogy hányszor kezdődik így egy fejezet, nos, most lenne akkor kettő, ami nem sok, de fura egy kétszer is megtörtént. Fejjel lefelé lóg egy fáról, miközben valakit lelőnek. Összeszedve magát, Blake talál egy kerítést, amire ráírva azt látja, hogy egy karanténzónába zuhant. Remek. Itt élnek az úgynevezett kitaszítottak. Ma lemaradottak. Rosszabb. Ők hamar raknak az erdőbe. Ja. Mert hamarra is van, az erdő közepén is egy ilyen kis település, egy falu, és ott laknak a kanibálok. Tényleg? Igen, a rendszer bedarált. Én központú rendszer. Egy elesett melletti feljegyzésben olvashatjuk, hogy a legtöbben itt a szifilis és a gonorrhea nemű betegségek hordozói, amit Papa Not megtagadott, és szimplán csak lelki nyomorulatnak titulálta őket, és rendes nevüket külső világi hazugságnak állította. Miközben ő is szenvedett a betegségtől, viszont magától nem vonta meg a külsős gyógyszeres kezelést. Olyan betegség... Olyan betegségek vannak, hogy erre valaki bejön és na, látod, ilyen rémálmok lesznek. Rémálmok lesznek. Az emberek. Végül meg is érkezünk egy ilyen kis táborba, ami tele van betegekkel. Az egyik be is talál minket. Később találkozunk egy fura alakkal a kerítés túloldaláról, és még Blake sem tudja feldolgozni azt, amit lát. Egy törpenövésű ember, aki egy másikon ül. Éppen kijutna erről a helyről, amikor valaki leüti a hegy tetejéről és menekülni kell. Vissza, menjél a kurva anyára! Csak hogy eközben látomások is gyötörnek, és végül elkapják őt. Na, és amit Blake-kel ezek leművelnek, na igen, ez lesz az a rész, amit az első játékban Trigger, és a DLC-ben pedig Glasskin Resortja volt. Az elképzelés az, hogy felfeszítik Blake-et, aztán meghal, majd eltemetik, és újra fog éredni, és ha a húsából majd úgy esznek, attól meggyógyulnak. Ezért rágcsát meg a Pali. Szóval ja, amit az előbb mondtam, az így meg is történik. Még a kamerát is lenyúlja a tag, arra hivatkozva, hogy ez a modern evangélium, amit Blake hordoz magával. Miután eszméletét vesztette és magához tért, puszta kézzel szedi le magát a keresztről, és keres kötszert magának. Nyilakkal lövöldöznek, végül egy rútkerítésbe csúszva kapnak el. Azt mondják, hogy jöhet a második fázis, lehet, hogy Blake nem halott, de attól még eltemetik, majd az lesz.
De innen is kitör. Aztán egy Logan Paul féle napivlogszerűség is furcsa kommentárt kap magának. Lassan ide lesz kitérni a látomásokra is, amik egészen eddig folyamatosan jelen voltak, de direkt nem tértem még ki rá. A kötelet, amit akasztáshoz használtak, Blake ellopja és leereszkedik vele a mélybe. Közben üldöz minket a gnóm teremtmény, és közben egy árulás miatt ő is a mélybe zuhan velünk. Blake kommentárja a hulla rögzítésénél nagyon eltérő a történtektől. Na de nézzük is, hogy miért. Szóval feltűnhetett, hogy a játékbeli látomások egyre érdekesebbek, és már nem csak az a bizonyos fehér robajhoz köthetőek. De nézzük át gyorsan, mik történtek eddig az iskolában. Az első alkalommal visszatérünk az iskolába, ahova Blake járt gyerekként Linnel, és megtudhatunk többet is arról a bizonyos Jessica-ról, akit már emlegettek. A táblán egy búcsúlevelet olvashatunk a felvétel cím alapján, amit ő írt, ebből következtetve a lány már nem él. A fénykép nagyjából 4-es korokban készült, tehát időben ide kerültünk vissza. A folyosókon járkálva egy szekrényben egy óra közben írt üzenetváltást olvashatunk a két lány között, amiben Blake is szóba kerül. Közben rendszeresen láthatjuk őt felakasztva, mint a látomásokban, mint a valóságban. Az itt készült felvételeket nem lehet visszatekinteni, viszont minden egyes alkalommal a fehér zajból kiszűrhetőek hangfoszlányok. Találunk akasztófás játékokat is, amiket vagy magunktól kell kiegészítenünk, vagy a projektor segítségével. A megfejtések nos, hagynak némi teret teóriáknak. Közben egy árnylény is üldöz minket, ha nem lenne elég nyomasztó az iskolai környezet téli időszakban. Az iskolában Blake-en, Jessica-n és a szörnyön kívül néha láthatunk egy alakot is, aki egy volt tanára lehetett akkoriból. Ilyen erdei! Leütettem itt a büdös szart! Paprazi kettő! Paprazi kettő! Egy számítógépen egy e-mailt olvashatunk. Az e-mail Jessica-ról szól, akit a levél írója, aki az iskolai tanácsadó, illetve az egyik tanára, Luther Milch atya, nem javasolja, hogy az iskolai kiránduláson részt vegyen. Az oka arra az, hogy mindketten úgy érzik, hogy Jessica hajlamos lenne a szökésre. Továbbá még olvashatunk arról is, hogy az apja nagyon szigorú, az anyját pedig valami tragédia érte. Ennél bizarabb dolgok is történnek itt, például megnyal egy telefon, ez amúgy egy filmes utalás. A lépcsőházban is üldöz a démon, és az ebédlőben valami nagyon tripi dolog történik, majd a sötétben kamerán hangrögzítőjével kell Jessica hangját követni, akit amikor megtalálunk, hát... This way, Blake. Jess, are you there? Ezek a látomások továbbra is jelen lesznek a történet során, viszont idővel egyre jobban összemosodtak lesznek a valósággal. Olyannyira, hogy Blake és a szemszögén keresztül már mi se tudjuk eldönteni, mi valós és mi nem. Viszont térjünk vissza a valóságba. A zuhanás után, eddig három pezó amúgy, kikászálódunk a törmelékek alól és egy tóhoz érünk. A parton látunk valakit, amint éppen belesétál a vízbe, Blake megjegyzi, hogy ő be nem teszi a lábát oda. Később kiderül, hogy a tó maga tele van kémiai vegyszerekkel is. A keresztülsétálás, amit a pali csinált, illetve a keresztülúszás sem preferált opció. Balra haladva a vízből kijövet, egy férfi hangját halljuk, amint segíteni próbál. Let me help. Majd egy hálózsákban találunk egy feljegyzést egy régi utazótól, ami nagyon érdekes és eltérő minden eddigitől. 2015. szeptember 17-e. Félútra vagyok a tornyok és az alanyok között, és a jel továbbra is erős maradt. Bizton állíthatom, hogy az elektromos vihar minimális károkat okozott a relékben. Átkozottó békés itt a tónál. Azt hiszem, hogy a mikrohullámok elriasztották a madarakat, de hallottam néhány baglyot, amelyek vagy éppen ölik egymást, vagy a valaha volt legjobb szexben van részük. Tovább mentem egy mérfölddel, így közelebb kerültem az ásatáshoz másnap. Érdekes anomáliát fedeztem fel a jelerősségben az elmúlt negyed mérföldön. Valójában erősödött, minél távolabb mentem a tornyoktól, és közelebb kerültem az ásatáshoz. Lehetséges, hogy egy mikrohullám paralixis hatása, de van még egy izgalmasabb lehetőség. Lehet ez a titokzatos visszacsatolási hurok, amelyet Dr. Evan Cameron feljegyzett a rádiótelemetriás laborjában. Ami azt jelenteni, hogy egy újabb fogadást vesztek el, és jövök egy vacsorával Jenny Rolandnek. Hiszitek vagy sem, de ez egy nagyon erős kapocs, ami összeköti a két játékot. Jenny Roland egy név, amit már lehet nem először hallunk.
Jennifer Roland nevével először a Mount Massive elmegyógyintézetben találkozhattunk, a föld alatti laborokban. Ebben a dokumentumban arról ír, hogy a Van Ryder paciensek nem mutatják jelüket a terápia elfogadására, és hogy ez az egész munka pszichológiailag is kikészíti. Arról is ír, hogy szerinte kevesebb reményt kéne fűzni egy szenilis náci elméleteibe, és másonapuló motort kéne használniuk. Végül megemlíti a kémiai korlátozás nevelését is, mivel az egyik beteggel túladagolás végzett. Jó, de most jön a jogos kérdés, hogy ennek mi köze a kettőhöz, hiszen ez az előző játék helyszínén íródott. Nos, ez a Jennifer Roland érintett volt a Temple Gate kísérletekben is. De milyen kísérletek folytak itt? Erről szól az utazó levele is, amiben mérésekről is ír, ami azt jelenti, hogy valamilyen aktív kísérlet van folyamatban a környéken, melynek hatására a madarak vagy nagyon agresszívak egymással szemben, vagy nos éppen nagyon közösülnek. De ha jobban belegondolunk, ez a fajta viselkedés az itt látottak alapján nem csak a madarakon figyelhető meg. A kilátóra felérvén ismerős hangot hallunk egy ismerős robaj társaságában, és ezúttal rálátásunk is van arra, hogy honnan ered ez a kettő. A távolban egy épületet láthatunk, amiről Blake megjegyzi, hogy reménnyel tölti el, hogy civilizációt lát. Bár nagyobbat nem is tévedhetne, hiszen ez az épület a Murkaff tulajdona. Az előbb talált dokumentum pedig már megmagyarázza a látomásokat is. Ezek a rádióhullámok az egyénben lakozó traumákat erősíti fel. Ez azt jelenti, hogy Blake-et Jessica-hoz köthető traumái gyötrik. Találunk egy tutajt és elkezdünk evezni vele a vizen. Útközben Blake elmélkedik a történteken, több érdekes infót is elejt, például, hogy lehetetlen körülmény lenne a gyerek, főleg tőle, mivel jó ideje nem voltak már együtt. Az eretnekek azért rabolták el Lint, mivel a gyermek megszületése az általuk várt apokalipszist hozná el. Viszont, mivel ez egy lehetetlen körülmény, mi történik, ha rájönnek, hogy nincsen baba? Közben láthatjuk is az emlegetetteket, amint éppen testamentunk tagokat szelektálnak. Majd minket is üldöznek, de felborulunk és elkap egy látomás. Az iskolában, a zuhanyból, de még a WC-ből is vér folyik, a tűzcsapokból is. Lehet csúszdázni amúgy a folyosókon, amiért teljesítmény is jár. Egy akasztófás játék azt mondja, hallgatni rosszabb róla, mint hazudni. Majd visszamászunk a valóságba, ahol esik az eső, csak nem eső, hanem vér. Blake kommentálja a véresőről még zavarosabb. Olyan, mintha Jessica-ról beszélne. Hiába vagyunk láthatólag a valóságban, Blake még mindig látomásaira gondol, Jessica-ra, és emiatt lehet, hogy még amit mi látunk sem már a valóság. Elmosódtak a határok. Tényleg a valóságban vagyunk? Tényleg véreső zuhogna az égből? Vagy csak ezek a hallucinációk egyre erősebbek, és már-már észrevehetetlenül beleolvadnak a látképünkbe a világról? Közben megérkeztünk a bányákhoz, ahol az eretnek geng bujkál, és a plac testamentum tagokkal van dizájnolva. Maradjál ma! Az épületben egy túlélővel is találkozunk, aki azt mondja, hogy akik meghaltak, azok voltak a szerencsésebbek. Ebben a fejezetben nagyon sok váltogatás lesz a valóság és a látomások között, oda-vissza rángat a játék. Szóval most megpróbálom koherensen bemutatni mindkettőt. A látomás jelenetekben egy számítógép teremben egy cég jumpscare után egy chatbeszélgetést olvashatunk Blake és Jessica között. Blake hangján egyébként rendesen hallani, hogy nincs a helyzet magaslatán. Jessica üzenetben azt kéri tőlünk, hogy forduljunk meg kicsit sem creepy módon, ha ezt megtesszük, megijeszt minket. Az ijesztés után pedig egy másik gép is bekapcsol. Ezen a gépen Jessica szemszögéből vagyunk. Blake üzenetben érdeklődik, milyen oldalakat nézeget Jessica, és akkor bevillan a link. Egy mentálisan segítséget nyújtó oldalon volt katolikusok számára. Ezen az oldalon egy beszélgetést olvashatunk 1995-ből Jessica és egy bizonyos Ice Cream You Scream felhasználó között. Úgy néz ki, mintha Jessica egy idősebb nővel beszélgetett volna, akit bántalmazott a férje. Mikor kitekintünk a gép mögül, az összes gép mintha egyszer őrült volna meg. Az uszodánál láthatjuk sétálni Jessica-t, de valami követi őt, vélhetően ugyanaz a szörny, ami minket is szokott. Rátalálunk Jessica-ra, ő elmenekül, és ahová menekül, onnan a szörny üldöz minket visszafelé. Egy akasztófás játék voltaképpen bizonyítja az egyik sejtés, miszerint Jessica szerette Blake-et.
Közben a szörny is trollkodik velünk az árnyékával, de azért ajtót nyit nekünk. A könyvtárban szinte egy labirintus beállítású helyen kell őt kerülgetni. Mint ugye mondtam, a valóság és a látomások között nagyon sok a váltás, és az egyik valóságos menekülés közben zuhanunk le úgy, hogy a karjainkban Jessica-t találjuk holtan. A lépcső tetején a szörny áll és elkezd üldözni. A mosdóba menekülünk és elkezd egy mondókát énekelni, amit egyszer Jessica is. Visszasétálva ott, ahol Jessica-t találtuk, ezúttal már a plafonról lóg. A felső emeleten pedig egy hang szól hozzánk, az ajtók mögött pedig egy pap áll, aki érdekes dolgokat mond. Szavai nagyon manipulatívak. Na de vissza a valóságba. Tovább haladunk a helyszínen. Lezvonunk és rengeteg eretnek vesz körül egészen vad hangulatban. Megmenekülünk előlük és hívjuk a liftet, ami levisz minket a bányába. Mi a kurva nyárba? Mi van? De az foglalt, szóval egy kis fogócska után tudjuk csak használatba venni mi is a liftet. Bármi is vár minket idelent a bányákban, Blake-en érezhető, hogy nincs felkészülve rá. A látomásai miatt már a cél sem olyan tiszta előtte, mint az előtt volt. Haladunk lefelé a lifttel, mire az elkezd zuhanni, és végül 800 méter mélyen megáll és kijutunk a liftből. Blake realizálja a helyzetét, miszerint innen már nem jut ki elve. Valahol ez a rész engem a Mount Massive-es lift jelenetre emlékeztet Miles-zal, csak egy labor helyett a bánya mélyében rekedtünk. Oké, amúgy ez már vicc, tehát negyedik fejezet, aminek az elején valamilyen formában zuhanunk, szóval ez már 4 pezó amúgy. Ide lent a bányákban már nagyon elborult minden. Blake elméje már nagyon sérült, a valóság és a képzelete teljesen összemosódott, és nem tudja már hol a határ. Egyszerre hallja Lynn hangját is, és volt tanára hangját is, aki továbbra is ugyanazokat ismételgeti. Ugyanakkor a démon is itt-ott megjelenik néha. A járatok közt haladva az eretnekek elől is bujkálni, néha menekülni kell. Közben folyamatos robajok jönnek felülről és omladozik a bánya, ezzel talán arra utalva, hogy az új testamentum tagjai megérkeztek és ostrom alá vették a bányát. Vagy csak amúgy is gatya állapotban van az, de az előbbi ötlet jobban tetszik. Egy kis bányatóba szuhanva két eretnek megragad minket és egy ismerős hangot hallhatunk. Ez itt az a nő, aki akkor kapott el minket, amikor még Lindel menekültünk a testamentum elől. De ki ez a nő, te? Kalandjaink során rengeteg feljegyzést találhattunk arról a viszályról, ami Val és Not között volt a kialakulóban. Egykor Val Not egyik legnemesebb követője volt, aki kezdetben egy beteg gyermek nevelőszülője volt, viszont Not őt is arra intette, hogy végezni kell velük. Val álmodik ezekről a bűnökről és megkérdőjelezi a szekta hitét. Titkos alagutakban a város szélén találkozgat hozzá hasonló testamentum követőkkel, hogy megbeszéljék álmaikat. Mindez arra ad okot neki, hogy elszakadjon a testamentumtól és létrehozza az eretnekek csoportját, akiknek céljuk, hogy segítsék az Antikrisztus születését, ezzel elhozván az általuk szeretett káoszt és halált, az apokalipszist. Ugye hát Limben van ez a feltételezett Antikrisztus, akiről tudjuk, hogy nem létezik, hiszen lehetetlen körülmény. Szóval Val felveszi a tüske koronáját, mire a bánya beomlik és telibe találja a két szerencsétlent, akik eddig lefogtak minket. Menekülünk a bányában Val elől. I'm gay! Míg nem egy eretnek valami port nem fúj ránk, ettől bekábolva elveszi a kameránkat, és egy tágrabb részre kísérve láthatunk egy baszott nagy orgiát. Ezt egyáltalán mutathatom. Ó, és megtaláltuk Lint is. Val megtalál és elkap, de a hallucinációk beütnek, és helyette már Jessica van felettünk. Blake viszont már nem a jelenlegi testében, hanem negyedikes énjeként van jelen. Elkezdenek kifelé sétálni, de megállítja őket az egyik tanító, Luther Milch atya. Ő az a pali, akit egyébként többször is láthattunk a látomásokban. Egy gyenge kifogás után a tanár bevezeti a diákokat a tanterembe, ahol faggatni kezdi őket, hogy mit csináltak. Jessica-t az apjával fenyegeti, hogy reméli nem kell szólnia neki. Arra kéri őt, hogy maradjon vele imádkozni, és Blake-et hazaküldi. Ez meg is történik, és Blake elkezd hazafelé sétálni. Amikor... Az ismerős folyosókon futva elérünk ugyanaz az ajtóhoz, amihez már többször is, ám bár ezúttal a teljes valóság tárul elénk a helyzetről. Luther Milch szabadkozik a történtekről. Ezúttal a szörny már nem jelenik meg a látomásban úgy, ahogy eddig, hanem egy teljesen más alakot ölt, a valós alakját.
A valóságba visszatérve, miközben még Jessica a karjainkban van, láthatjuk, ahogy a testamentum tagok is leértek a bányába, és az eretnekeket ütlegelik. Kimenekülvén rátalálunk Lynnre, aki valamilyen megmagyarázhatatlan okból látszólagosan terhes. Vele együtt menekülünk az apokaliptikus környezetben, semmi sem tűnik már valóságosnak. Egy kis megpihenés után megjelenik egy már régen látott karakter, Martha. De nem marad sokáig. Nem tudom, mit mondjak erről a halálról egyébként. Lynn és Blake a kápolnába vonulnak, ahol még este Sullivan kihallgatta a férfit Lynn hollétéről. Elkezdődik a szülés, amit most érthető okokból nem fogok mutatni, majd a babát a kezében tartva Blake Lynnhez fordul, aki erre azt mondja, nincs ott semmi, majd meghal. Blake gyászol és eszméletét veszti. Jessicával vagyunk újra a raktárban, még pont a történtek előtt. Arról beszélnek, hogy egy iskolai színdarabban szerepel Blake, ahol lesz egy csók jelenetük Lynnnel. Jessica egyből cukkolni is kezdi őt, hogy akkor ők most együtt vannak-e vagy sem, majd elkezdenek játszani. Ez történt pillanatokkal azelőtt, ami Blake gyermekkori traumáját okozta. De visszatérünk a valóságba. Blake, amikor felébred, Sullivan Nozot látja a padon ülve, amint arról magyaráznék, hogy tökéletes hite van. Megölte minden hívőjét, de a gyermekkel nem tudott végezni. Azt tanácsolja Blake-nek, hogy végezzen vele, majd elvágja a torkát. Blake elkezd sétálni kifelé a kápolnából, látjuk a sok halottat, majd a nap, mely egyre nagyobbnak tűnik, elnyel mindent, és az utolsó látomást tárul elénk. Jessica kijön a raktárból és bekísér minket, majd letérdelve elkezdenek imádkozni, és a játék véget ér. Nos igen, a történet tényleg itt fejeződött be. Milyen érzések kavarognak bennetek ezt a befejezést látva? Személy szerint valahol az üresség és a hiányérzet között kavargok. Ürességet érzek, mivel a játék tényleg annyira leterhelt mentálisan, hogy a világomat nem tudom, amiket átélt karakterünk sem volt egyszerű megfogalmazni, ugyanakkor hiányérzetem is van, ami kapcsolódik részben a megfogalmazott ürességhez is. És hogy miért? Nos, az előző két cím végén az Outlast 1-ben és a DLC-ben megvolt ez a bizonyos megcsináltam feeling, amikor a végére értünk a történetnek. Miles ugye legyőzte, vagyis hát azt hittük, hogy legyőzte a War Rider-t, Raylonnal pedig sikerült megosztani a felvételeket, ami dupla örömet tudott okozni, mivel ezzel együtt úgy érezhettük, hogy Miles célját is elérhettük. Itt viszont semmilyen ilyen érzés nem töltött el. Nem éreztem úgy, hogy lezárult a történet, elértük a célt, de még az sem volt bennem, hogy akarnék még folytatást erről. Biztos párotokban megfordult a gondolat, hogy a lezárás után most akkor mi lett Blake és a gyermek sorsa. Erre választ nem kapunk a játékban, és nagyon sok kritika is éri ezt emiatt, hogy nagyon sok kérdésre nem ad választ, ezért is érezhető befejezetlennek kalandunk. Illetve, hogy kevés összeköttetés van az előző cím és e között. Viszont hiszitek vagy sem, mindkettőre adtak választ, csak nem ebben a játékban. A Murkoff Accounts egy 6 számban megjelent képregénysorozat, ami 2016 júliusától 2017 novemberével bezárólag jelent meg. Ez a képregénysorozat lenne az összekötő kapocs a két játék között, illetve ami lezárást ad a Temple Gate-ben történteknek. A képregényben a Murkoff cég szemszögéből láthatjuk, mi történt a Mount Massive incidens után közvetlen, hogy hogyan kutattak Miles és Raylon után, illetve megtudhatjuk az előzményét is a Temple Gate sztorinak. De nézzük meg röviden, hogy mi történt a játék fináléja után. A képregényben Sullivan Knott éppen végez a követőivel, majd a Murkoff tornyok végül ledőlnek. 7 órával később megérkeznek a Murkoff dolgozók a helyszínre, hogy eltakarítsák azt. Egy nő a másik férfiról beszél, aki elvileg összekötötte a szálakat a Mount Massive incidens és a Temple Gate történések között. Közben a hullákról kiderül, hogy a legtöbb halált cian kapszulák okozták. Kihúzzák Sullivan testét is, megtalálják Lynnt is, aki még őket is elgondolkoztatja, hogy mi történhetett vele. De a nő már rutinosan találja ki az áldiagnózisokat, ám bár közben felismeri őt a kórházból, amikor ott jártak. Közben megtalálja Blake-et is, akinek arca kreatív módon ki lett takarva. A szeméből nézve katatonikus állapotban van. Elszállítatják őt, és azt kéri a nő, hogy ne legyenek vele gyengédek. Ebből arra lehet következtetni, hogy Blake valószínűleg át fog esni a Murkoff vendégszeretetén. De térjünk vissza a játékban történtekre. Az Outlast 2-ben átélhetjük, hogy milyen érzés egy teljesen nyílt sivatagban csapdában érezni magunkat. Lynn elvesztése miatt fő küldetésünké vált az, hogy megtaláljuk őt, ezért nem fordultunk vissza az első bajlós jeleknél. Bizonyára felmerül a kérdés is, hogy mit csinált pontosan az a fehér fényrobaj, ami a játék során többször is ért minket, és általában hallucinációk, flashbackek előtt szokott megjelenni, vagy közvetlen, vagy előtte.
Ezek a rádióhullámok felelevenítik és vagy felerősítik az egyénben lakozó traumákat, és ezzel együtt erős hallucinációkat idéznek elő. Blake-nél egyértelműen a Jessica-val történtek volt a legmegrázóbb élmény számára, és az utána történtek, ami miatt a mai napig ostorolja magát. Egy másik karakternél is megfigyelhető ez, méghozzá Val-nál. Tőle találtunk egy olyan feljegyzést, hogy álmaiban újra történtek azok a dolgok, amik számára kellemetlenek voltak. Éppen ezért mindenki más hallucinál maga elé, de mindenki a számára leginkább traumához köthető témában. Blake az iskola falai közé halúzta magát, viszont mindeközben a valóságban haladt tovább, hiába voltunk mi teljesen más környezetben. Azt észre lehetett venni, hogy Blake sosem ugyanott volt, ahol az emlékroham rátört. Kérdés lehet még, hogy mégis mi a háttere az egész szülés-terhesség témának, elvégre a képregényben és Lynn dialógusa szerint sem létezett a gyermek, mégis Lynn terhességét tényként kezelték mindvégig. Nos, erre magyarázatot talán az előző játék adhat szintén. Két dokumentum, ami lényegében egy dologra utal. Az első Jeremy Blair üzenete Tregernek, amiben a leírtak alapján Blair a régi feljegyzések közt kutatva olvasta, hogy a morfogenetikai motor furcsa hatással volt a női dolgozókra, pszichomatikus terhességeket tapasztaltak náluk. Egy másik dokumentumban pedig több ilyen esetről is beszámolnak részletesen, idézve, már több mint 7 női alkalmazott és paciens néhány hét alatt elérte a fiktív felterhességet, mielőtt a nem létező gyermek elvetette volna, köztük halálosabb kimenetűek is voltak. A női alkalmazottakat a létesítmény magasabb emeleteire, majd más épület szárnyaiba, végül pedig a Mount Massive létesítményből is elköltöztették. Szóval a fantom terhesség Linnél is előjött, ez a magyarázat a terhesség mizériára. De az azért szerintem erős, hogy az előző játékból kellett összehalászni a magyarázatot a második játék egyik kulcsfontosságú plot elemére. Hűha. Maga a gyermek létezése per nem létezése pedig, nos, az is a hallucinációknak tudható be, és mivel Lynn végig a bányákban volt, ezért kevesebb rádióhullámot kapott, ezért nem látta ugyanazt halál előtt, mint Blake vagy Sullivan. Sokan kritizálták a játékot, hogy Hey Heart, Mail Out lesz, a köze sincs az előző címekhez, viszont ez tévedés, csak nincs a szemünk elé tolva. A Murcuffnak ugyanúgy köze volt ehhez. A rádióállomás is az övék, a rádióhullámokat is ők bocsátották ki, a megfigyeléseket, méréseket is ők végezték a helyszínen. Mindkét játékban az a célunk, hogy a Murcuff által kreált elm és pokoli környezetből találjunk kiutat, miközben próbáljuk a saját elménket és életünket megőrizni. Persze mi azt tudjuk, hogy ezek között semmilyen természetfeletti hatalom nem áll, kizárólag csak a Murcuff cég. A játék maga hosszúnak érződhet, nekem elsőre talán nem is sikerült egyhuzamban végigjátszani. Személy szerint még a flashback ugrások sem voltak annyira kellemesek, egyszerűen nem tudtam beleélni magamat a környezetbe és annak hangulatába, mert mire eljutottam volna odáig, ki lettem ragadva onnan egy iskolába folyton. Maga a történet, nos, bevallom, hogy ez kevésbé tetszett, mint az előző. Nekem túlságosan is beteg néhány ponton, és a témák, amik érintve vannak, is elborultak tudnak lenni. Illetve amit mondtam, hogy a befejezésnél nincsen sikerérzet, és hogy a lezárást karakterünknek a képregényekben adják meg, nos, sok embernél szerintem inkább maradt befejezetlen a sztori a Blake-nek emiatt. Jesus!
coming back earlier. Néhány játékbeli érdekességet még azért megemlítenék, mint például az, hogy a visszatekert felvételeken egyébként Luther Milch atyát hallhatjuk néhány érdekes gondolatot elejteni. Van még itt egy érdekes haláljelenet, amit kivágtak végül a játékból, ez pedig Martának az alternatív halála, ami szerintem sokkal jobb, mint ami végül bekerült a játékba. Ebben a jelenetben Marta éppen vállal harcol, és mivel a játékban érezhetően van egy minimális rivalizálás a kettő karakter között, szerintem értelme is volt annak, hogy végül így múlik ki a kettő, mert ugye mind a ketten meghalnak. A játékban kétféle ending is van, nyilván attól függően, hogy hogyan viszed végig a játékot, igazából Jessica-n látszódik csak a különbség. Személy szerint az Outlast 1-et egy zseniális horror játéknak tartom. Ezzel szemben viszont az Outlast 2-nek szerintem nem sikerült megugrani azt a mércét, amit az Outlast 1 felállított magának. A technikai fejlődés nem lehet letagadni, viszont úgy érzem, hogy történetileg kicsit szétesett a dolog. A Trials-ről meg nem is beszélve, tehát a játék konkrétan megjelent Early Access-ben és egy hét alatt meghalt. Tehát én is megvettem a játékot, játszottam vele, viszont éreztem azt, amitől már anno 70-ben is nagyon féltem, és egy podcastben megemlítettem, hogy a játék a multiplayer funkciója miatt teljesen atmoszféra nélküli lesz. Tehát a multiplayer aspektusa miatt az Outlast Trials-nek szerintem nincsen horror érzete, nincsen atmoszférája, a játék nem annyira ijesztő, persze vannak ijesztő jelenetek, meg hirtelen jumpscare-ek, de attól függetlenül az atmoszféra hiányában nem tudom beleélni magam annyira, mint az első játékban. Szóval igen, szerintem, ha fel kéne sorolni egy tier listet az Outlast játékokból, az Outlast eredeti játék nekem az első hely, a második helyen lenne a DLC-je az első játéknak, a harmadik helyen lenne a 2, a negyedik helyen lenne a Trials.
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, ahogyan összefoglaltam ennek a játéknak a történetét. Bevallom, nekem így az elkészítés során elment a kedvem a játéktól, illetve maga a történet sem volt annyira meggyőző számomra, hogy azt mondjam, hogy ez egy jó játék volt. Én azt mondom, hogy mindenki vonja le a saját következtetéseit a játék iránt, én úgy vallom, hogy szerintem az első játék sokkal jobb volt, mint a folytatás, illetve még az azt követő Trials is, de ez persze az én saját véleményem. Írjátok le kommentbe, hogy ti mit gondoltok erről a játékról, várom a véleményeket a videó is, és hát akkor legközelebb találkozzunk. Addig is, sziasztok! Martin, Martin, Jezsóf vagy József, hagyjuk már ezt, jöjjön a content, mit teszel itt videó, bizonyítsa, ám a YouTube vagy a Twitch, le ne tiltsa. Egy-két játék, noha mese költ, aktív chat van, és a fele zöld, mert aki nézi, tudja mi a jó, itt van az autó, köszi, hello! Szia, bazd meg!